Nézd, biztos észrevetted, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog, tehát nincs az a pénz, aminél többet ne lehetne elkölteni, és hogyha az ember megszokik valamilyen színvonalat, nívó, családostól vagy egymaga, egy idő után az kevés lesz, mert az igényei tovább nőnek. Ha olyan emberek vesznek részt az MLM rendszer munkájába, vagy ilyen rendszerbe, akkor annak az lehet a haszna, hogy ennek a foglalatosságnak a társadalmi megítélése javulhat, mert foglalkoztatáspolitikai szempontból ez az egyik lehetséges jövő. Clinton elnöksége idején egyébként a YouTube-on meg lehet nézni. I am delighted to have this opportunity to talk to so many of the salespeople who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I've worked to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy, not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiative. And you've seen remarkable growth both at home and abroad. Last year, there were more than 7 million Americans in the direct sales industry. In addition to providing opportunity, you build our American community. Americans from every walk of life, every race, every creed, are seizing the opportunities of direct sales. More than 300,000 of you are over the age of 65. More than 500,000 of you have some kind of disability. 3/4 of you are women, trying to strengthen your families and raise strong children without the fear that a glass ceiling will hold you down. In a very real way, your work promotes our values all around the globe. There are now more than 21 million direct salespeople worldwide, doing business in 125 countries. I've followed your industry's growth for years now, and even I was amazed to learn that there are more than 100,000 direct salespeople in Russia and over 600,000 in China. But we need even more of the kind of opportunity direct selling represents. Your industry gives people a chance, after all, to make the most of their own lives. And to me, that's the heart of the American dream. I thank you for keeping it strong, for so many millions of people, and for expanding it to more people every day. Thank you for your work. God bless you, and God bless America. Komoly és igen elismerő beszédet intézett az Amerikába MLM rendszerbe dolgozókhoz, megköszönve a munkát, az adóbefizetést, meg azt, hogy munkahelyet teremtettek. De ez egyébként, nem ilyen piramis játéknak megfelelően. Hát miért az ATV az nem piramis? Hát van egy elnöke, aztán utána van két helyettese, hát minden struktúra általában így épül föl, hogy egy ember van. A háztető is ilyen tényleg. Akkor sok minden példát hozhatom a piramis alakzatra, de a piramis játék ból kiindulva. De ez nem piramis játék. Ennek semmi. Aki fönt van, és minden feje van, az jár jól anyagilag, aztán egy nem, bizonyos szint, az szint helyzet, alatt, hogy csak az a cél, hogy minél több embert beszervezzenek, és ők már csak rosszul járnak. Ez a rossz, ez a magyar változat. Egyébként ebből a dologból 336 ezeren élnek Magyarországon, tehát annyian foglalkoznak ezzel hivatásszerűen, vagyis ebből élnek. Azért ez egy igen komoly szám. A világ Európában 11,5 millió. Azok járnak jól, akik minél előbb be lettek szervezve, közel voltak a tűzhöz, és akkor egy bizonyos szint után nem, már mindenki. Ebben az jár jól, aki dolgozik, aki ebbe a dologba beleáll, nem szégyelli, és megtanulja ennek a fortéit, ez egy nehéz munka. És az egyáltalán nem baj, hogyha a piacon képződő bevételek egy jelentős része a magyar pénzügyi rendszerbe érvényes. A munka a munka, és minden munkát meg kell becsülni. Ezt most nagyon őszintén mondom, mert tényleg így gondolom. A kényszerpálya, amit ön van. Hogy lenne ez kényszerpálya? Hát én nekem a magyar átlagot jelentősen meghaladó nyugdíjon van, tehát nem anyagi kényszerek vezettek ide. Figyelembe vesszük, hogy a foglalkoztatás politikai nehézségekre megoldás egyelőre nincs, mert a technológia fejlődésével az élő munkaigény egyre kisebb.
és magasabb képzettséget igényel. Itt viszont hát azért ez a 336 ezer ember, aki a tavalyi adatok szerint ebbe a rendszerbe részt vett, munkahelyen rendelkezik, és nem megy segélyére. Hogyha ezt meg tudjuk növelni, és mondjuk jövőre vagy két év múlva már egy 500 000 ember fog ebből élni, akkor mi tényleg munkahelyet teremtettünk. Tetejében azt gondolom, hogy egy volt politikus, aki abba hagyta a politikai pályafutását, és úgy dönt, hogy valamilyen általa jónak tartott munkával részt vesz, ami törvényes, etikus, hát akkor mi van? Jól érzik magukat? Abszolút. Köszönjük a meghívást.